A hivatalos tájékoztatás szerint Keszthelyen az igazolt COVID-fertőzöttek száma a mai napon, december 18-án 69 fő. Járványügyi megfigyelés alatt 65 fő áll. Keszthely polgármesterénél december 12-én mutatták ki a koronavírust, aki ezért otthonából dolgozik. Videóhíváson keresztül nyilatkozott a város járványügyi helyzetéről. Azt kell mondjam, hogy ezek a számok az elmúlt időszakhoz képest kedvezőbbek, hála jó Istennek, mert látványosan csökkentek. Viszont azért nagyon fontos, hogy nem szabad elbizakodni senkinek sem magát, mert látjuk, tapasztaljuk sajnos, hogy azért ez egy tényleg alattomos betegség ez a vírus, és nagyon gyorsan tudnak változni a számok. Nagy Bálint hozzátette, örömteli, hogy az idősek otthonában nincsen fertőzött lakó és dolgozó se, csak úgy, mint a bölcsödében. Az óvodák kapcsán elmondta a polgármester, külön kérte az intézmények dolgozóit, hogy minél gyakrabban tájékoztassák a szülőket az aktuális helyzetről. Nagy Bálint bejelentette, az önkormányzati ingatlanok bérleti díjkedvezménye mellett újabb gazdaságsegítő intézkedést vezetnek be. Kifejezetten azoknak a vendéglátóhelyiségeknek, ahol nem nyithatnak ki, és fix felépítményeik vannak, amiután kültéren fix felépítményeik vannak, amiután közteret használati díjat kellene fizetniük, ott egy korábbiakhoz képest egy még jelentősebb kedvezményt biztosítottunk, és ezt most fönn fogjuk tartani a veszélyhelyzet alatt a terveink szerint. Keszthely polgármestere jól van, tünetei enyhék. Televíziónknak azt mondta, ha ezekkel a tünetekkel megúszza a fertőzést, nagyon szerencsésnek vallhatja magát. Vezetői teendői telefonos és online hívások, videokonferenciák segítségével látja el. Alapvetően gördülékenyen tud menni ez a munka. Nyilván itt a különböző iratkarantént, meg egészségügyi előírásokat betartva nekem is hozzák napi szinten az aláírnivalókat, fertőtlenítés, iratkarantén és a szabályok betartása után ez megy a maga útján. Nagy Bálint polgármester karanténját várhatóan december 22-én oldják fel.